Kis Judit Ágnes, költő és tanár, a magyar irodalom és a költészet ismerője, sőt résztvevője. Saját műveiben gyakran alkalmazza az iróniát, melyet a mai műelemzés során is emlegetni fog. Egy esetleges szóbeli tétel, Vörös Marti Mihály Csongor és Tündéje lesz ma a téma. Mi adhat értelmet a mulandó emberi létnek? Hogyan lehetünk boldogok? Képes-e arra a szerelem, hogy túlmutasson véges létünk tragikumán? Hát akár egész életünkben is kereshetnénk ezekre a kérdésekre a választ. Számtalan esetben erre keresi a választ a művészet is, és hogyha velem tartotok most a következő 20 percben, akkor meglátjátok, hogy hogyan keresi erre a választ Vörös Marti Csongor és Tünde című drámai költeménye is, illetve milyen választ talál. A drámai költemény műfajáról már egy csomó mindent beszéltünk Madács ember tragédiája című műve kapcsán. Tudjuk róla, hogy a romantika nagyon-nagyon kedvelte ezt az átmeneti műfajt, amely egyszerre több műnem sajátosságait is tartalmazza. Vörös Marti műve esetében mind a három műnem sajátosságait is észrevehetjük benne. Vörös Martit alapvetően mi lirikusként ismerjük, de a 30-as években több drámai költeményt is írt, ez közülük a legismertebb. Azt mondtam, hogy három műnem sajátosságait láthatjuk viszont ebben a műben. Nyilvánvalóan az, hogy párbeszédes és előadható ez a drámai, hogyha olvassuk, láthatjuk a költőiségét, és mivel a forrása epikus, ezért lesznek benne leíró részek is. A forrása egy 17. századi szép história Gergely vagy Gyergyai Albert tollából. História egy Árgírus nevű királyfiról és egy tündérszűzleányról. Valószínűleg sokkal jobban ismerjük meseként. Tündérszép Ilona és Árgyílus meséjét biztos, hogy már gyerekkorotokban olvastátok vagy hallgattátok. A mesék nagyon-nagyon régi múltba vesznek, nem tudjuk, hogy mikor keletkeztek, és olyan archetípusokkal, olyan szimbólumokkal dolgoznak, amik nagyon mélyen érintik az emberi lelket, olyannyira, hogy akár gyógyítani is lehet velük. A mese az gyakorlatilag magáról az életről szól, egy életutat ölel fel, és talán pont ezért népszerű is, illetve ezért használjuk, ezért mondjuk, ezért vannak nagy mesemondók, ezért van ennek óriási kultúrája és irodalma, és tulajdonképpen ezért is szeretjük mi szakmai szempontból is megnézni egy picit a meséket, és ezért is használjuk kvázi terápiás jelleggel. Mi erre próbálunk fókuszálni, hogy milyen hatása van rám a mesének. Nagyon szépen végigkövethető benne a személyiségfejlődés, a személyiségfejlődésnek az állomásai. Többek között például a Világ szép Ilonkánál, a Tündér szép Ilonánál, Árgyélusnál, és az ilyen típusú meséknél ugye, ha abba gondolunk bele, hogy egy-egy 16-19 éves korosztálynak mi az életfeladata, a kamaszoknak, a tinédzsereknek, mi mindennel kell szembenézniük, mi az, amit meg kell tanulnia egy kamasznak, vagy mi az, amit ő tükörként meglát a világból és önmagáról. Ki vagy te szép tolvaj? Kérdi a királyfi. Soha többi el nem eresztelek. Én Tündér szép Ilona vagyok, mondta a szép leány. Ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Tulajdonképpen pont ezért fontos a mese terápiás szempontból és a mi szempontunkból a kincskereső meseterápiás módszerben, hogy szimbólumokkal szól hozzánk. Olyan szimbólumokkal, amik nagyon mélyen belül a lelkünkben szólítanak meg hangokat, vagy legalábbis pendítenek meg húrokat, és talán ezáltal közelebbé hozzák azt, hogy valójában milyen eszközeink vannak arra, hogyan ismerjük fel ezeket az eszközöket az életünkben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha híd lenne. Tehát a mese egy híd a külvilág és a belső világunk között. Az említett szép história és mese mellett hatott Vörös Marti Csongor és Tündéjére Shakespeare Szent Iván éjjé álom című vígjátéka, illetve Mozart Varázsfuvola című operája is. A Szent Iván éjjé álomban, ha ismeritek, tudjátok, hogyan csúszik egymásra a hétköznapi és a természet fölötti világ, hogyan kerülnek bele az emberek a tündérek világába. A Varázsfuvola pedig szintén beavatás történet. Mi az, hogy beavatás?
valamiféle létállapot változás, tudással, tapasztalattal megszerzett följebb lépés, a személyiség olyan változása, amit nagyon sokszor mágikus szertartás is megerősít. Ez a mű többszintes dráma. Mit értünk ez alatt? Többszintes drámák például a középkori misztériumjátékok, ahol elválik egymástól a menny, a föld és a pokol világa. Mondjuk, hogyha így visszavetítjük erre a műre, akkor a mennyel párhuzamba állíthatjuk Tündérhont, a földdel Csongor emberi világát, a pokollal, az alvilággal pedig akár Mirigy otthonát. Ugyanígy értelmezhető három szinten ez a történet, van benne egy földi szint, egy mesei világ, illetve egy mítikus világ. A különbség abban nyilvánul meg, hogy a mítikus világ az mindig egyfajta világmagyarázat is. Ha mondjuk a magyar hitvilágban gondolkozunk, akkor különbözik egymástól például a mesék boszorkánya és a hitvilág boszorkánya. Itt is különbözni fog egymástól egy kicsit a meseiség és a mítikusség. Mivel azt mondtam, hogy drámai költemény, azért előadásokat is készítenek belőle, nagyon sokan, nagyon sokféleképpen dolgozták fel az első bemutató óta. Nagy szerencse. Elhagyott a gőz fejemnek, Csongor úrfi, hogy közelgesz. Látod, mint vagyok lekötve, minden embertől kerülve, félig félig halott. Minden szó, mint a hamis pénz, oly baló csenek fülemben. Szólj, mi baj? Csodát beszélek! Milyen a nemes hazában, rég nem történt. Tedd rövidé! Hogy parancsol, hall tehát, kedves úrfi, kit szemfényének, örömének, kellemének, szülcs nevelt föl szép anyát. Én penész, ne tétovázz! Tér dologra vagy bizisten, itt felejtlek a fatőben. Légy kegyes. Büszke gyermek, leszel, mint a fűzigomba, légy egérré, légy bogárrá, vagy légy olyan, mint Mirigy. Ahogy a mesének és a mítosznak, ennek a műnek is szinte minden eleme értelmezhető szimbolikusan. A kert például, ahol elkezdődik és ahol befejeződik a mű, az egy nagyon sokrétű szimbólum. A lélek szimbóluma is, ugyanakkor egyértelműen szerelmi erotikus szimbólum is, illetve az édenkertnek a szimbóluma, amely egyrészt az Istennel való közösség, de ugyanakkor a kiüzetés helye is. Ebben a kertben nő egy fa. A fa a magyar hiedelem világban egészen messzire a táltos hitig nyúlik, ahol a fa különböző világokat köt össze. A koronája, azaz ég, a felsőbb lények világa, a törzse a földi világ, és a gyökere az pedig kígyók, békák lakóhelye, az alvilág. Erről így ír Vörös Marti ebben a művében. Ott egy almatő virít, csillag, gyöngy és földi ágból, három ellenző világból. Tehát bele van írva, hogy ez három különböző világ, ezt jelképezi a csillag, a gyöngy és a földi ág. Maga az alma is nagyon sokrétű szimbólum, egyrészt az élet szimbóluma, másrészt termékenység szimbólum, és ugyanakkor azért, amikor ezt a bizonyos jó és a rossz tudásának fájáról szakítottunk, valójában a Bibliában nincs benne ugyan, hogy ez milyen gyümölcs, de a hagyomány ezt is almával azonosítja. Ugyanilyen szimbólum a kút, amely átjárhatóságot biztosít különböző világok között. A kútba sokkal inkább lefelé nézünk, tehát az valamilyen mélység. Ez a kút, ez ráadásul egy jós kút is, ami majd a műben szerepel. Tünde világa, itt a halhatatlanság, az égi világ, a természet fölötti, Csongor viszont halandó ember. Mind a ketten keresnek valamit. Csongor a halhatatlanságot, üdlakot, Tündérhont, és nyilván ezen keresztül Tündét keresi, Tünde pedig folyamatosan Csongort. Tehát egyfolytában
ellenkező irányba mennek. Egyikük az égbe, a másikuk a földre vágyik. A szerelem csak a két világ határán valósulhat meg. Ez a két világ sohasem mosódhat egymásba. Nekem erről az jut eszembe, hogy lehet, hogy a mi életünkben is a szerelem csak a két személyiség határán valósulhat meg, és sohasem olvadhatunk egymásba, még akkor sem, hogyha egy szerelemben az ember pont erre vágyik. A mű ideje egy nap. Ebben az egy napban természetesen nem 24 órát kell elképzelni, ez egy mítikus nap. A teljességet jelenti, és a tér is, és az idő is körkörös. Ha csak a helyszíneket nézzük, akkor elkezdődik a kertben, elindulunk a hármas úton, utána jön egy labirintus, mirigy világa, aztán a barlang, a kietlen táj, és a hármas úton megint csak visszatérünk a kertbe. Nézzük meg az időket. Éjfélkor kezdődik a mű, aztán ott van a hajnal palotája, délben érkezünk egy másik világba, és aztán megint éjszaka a hármas útra és vissza a kertbe. Egyfelől körkörös tehát, tér is és idő is. A kör az mindig valamiféle lezártság, végtelenség, tehát mítikus az idő és mítikus a tér is. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy egy virágzó kertből indulunk, és egy elvadult, elszáradt kertbe érkezünk. Tehát ebben is van valamiféle spirálmozgás, nem csak körkörös, hanem változás is van benne, ahogyan az ember tragédiája kapcsán is ezt a spirál motivumot már emlegettem. Térről és időről beszéltem, de ez a tér és az idő sokszor össze is csúszik, amikor például az éj országában vagy a hajnal palotájában vagyunk. A szereplők között is vannak olyanok, akik egyszerre több világban élnek. Csongor és Tünde szerelme egy természet fölötti szerelem, ugyanakkor van nekik valami földi megjelenési formájuk is, ez pedig Ilma és Balga földi szerelme. Ez is hasonlít a Varázsfuvalához, ahol Tamino és Pamina szerelme mellett megjelenik Papagéno és Papagéna figurája is. Tehát ez a két szerelmes pár, egymással ellentétes a szerelmük, ugyanakkor van bennük valami nagyon nagy hasonlóság is. Balga, nagyevő, nagyivó, ugyanakkor Csongor vágya sem kielégíthető, benne is megvan ez a folyamatos éhség, hogyha nem is étel és ital után, hanem az élet értelmének és a boldogság keresése után. Minden különböző világban megtalálható mirigy, aki a szerelmeseket gátolja. A földi világban ő egy özvegy, aki férjhez akarja adni a lányát. A mese világában a boszorkány, aki a hőst akadályozza minden varázsmesében, a mítikus világban pedig az, ahogyan Vörös Marti nevezi, a gonosz Kaján anyu nényetán a vén időnek. Az, hogy mennyire mitikus időben élünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a mitikus időnek a része maga a szerelmeseket akadályozó mirigy is.
Az ördög fiak egy másik meséből ismert alakok, akiknek a varázs eszközeit a hős ellopja. Csongor egyébként szinte ezen az akción kívül sohasem tűnik aktívnak, mindig csak úgy megtörténnek vele a dolgok, és külön izgalmas az, hogy amíg ő ellopja ezeket a varázseszközöket, azokkal is ugyanakkor ér oda Tündérhon határába, amikor Balga Kordéval, mert az egyikük csillagokon csapong, a másikuk pedig megy a Vert úton. A hármas úton három figurával is találkozik Csongor. Ezek az allegorikus figurák válaszokat próbálnak arra adni, hogy mi lehet az élet értelme. Ez a három figura a kalmár, a fejedelem és a tudós. Nyilvánvalóan a kalmár a pénzt, a fejedelem a hatalmat, a tudós pedig a tudást jelképezi. Ezek is szolgálhatnának válaszul arra, hogy mi értelme van az emberi létnek. Pénzt szerezzünk, hatalmat szerezzünk, tudást szerezzünk. A mű vége felé újra találkozunk ezzel a három figurával. Mind a hárman a létükkel azt bizonyítják, hogy egyik sem válasz. A kalmár elszegényedik. A fejedelmet legyőzik és elveszíti a hatalmát. A tudós pedig megőrül, beleőrül abba, hogy a világ nem megismerhető. Egyik sem út, akkor viszont mi az, ami út? Csongor és Tünde boldogságot keres, és a szerelemben próbálják ezt a boldogságot megtalálni, de ennek a szerelemnek próbákat kell kiállnia mindkét részről. Csongor mindig elbukik. Folyton ébren kéne maradnia, és ő folyton elalszik. Szinte olyan, mintha az egész mű ideje alatt ő álomban töltené ezt az időt. Tünde az, aki ki tudja állni ezeket a próbákat, de hát mondhatjuk neki könnyű, mert ő egy halhatatlan, természet fölötti lény. Vizuálisan is sokszor és sokan próbálták Tündét, mint halhatatlan lényt és Csongort, az őt kereső embert megörökíteni. Szívemet hagyom hídul, lásd, hogyan mégy rajta át. Csongor és Tünde szerelme nem csak az irodalmárokat, hanem a képzőművészeket is megragadta. A budai várban található Ligeti Miklós szobrok az állandó egymás után vágyódó szerelmeseket ábrázolják, talán ezért is kerültek kissé távol egymástól. Nos, valójában 1903-ban készültek el és kerültek akkori helyükre, a várkert felé vezető neobarokk lépcsősorhoz. A II. Világháborúban azonban megsérültek, így lebontották őket, és csak 1976-ban kerültek vissza a savoyai szobor mögötti területre, a Nemzeti Galéria főbejáratának két oldalára. De nem ez a két szobor az egyetlen a fővárosban, amely őrzi Vörös Marti szerelmes párját. Egy másik jelentős alkotás Johann Kampis, magyar származású festőművész nevéhez köthető. A Kapisztrán János születési nevű művész 1941-ben készítette el freskóit a Csongor és Tünde alapján, az akkori magánalkalmazottak biztosító intézetének várócsarnokába. Ebben az épületben található ma a Péterfi Sándor utcai kórház. A freskó a mai napig teljes pompájában díszíti a kórház két várótermét, körbefutva az oldalfalak teljes hosszában. Csúcspontja az éj monológia, ahol a legjobban megfogalmazódik Vörös Marti filozófiája. Ebben a monológban, ebben a látásmódban a világegyetem a semmiből indul, a semmibe tér vissza, és az ember egyéni és az emberiség teljes léte is csak múló pillanat. Az éj egy nő, aki megszüli a világot gyermekül. Sötét és semmi voltak. Én valék, kietlen, csöndes lény nem lakta éj, és a világot szültem gyermek. A mű közepén nagyjából a jelen időben ez fogalmazódik meg. Sötét és semmi vannak, én vagyok, a fény elől bujdokló gyászos éj. És mi lesz a jövőben? A mind enyész. És végső romjain a szép világ borongva hamvad el, és ahol kezdve volt, ott vége lesz, sötét és semmi lesznek. Ez a monológ is szerkezetében körkörös.
Elindulunk a semmiből, semmi volt, semmi van, és ugyanoda térünk vissza a semmibe. Eléggé tragikus ez a világszemlélet, Vörös Martira általában igaz, ha a költészetét szemléljük akkor is, de egyébként a romantikára is igaz, hogy az ember vágyik az örök létre, vágyik a teljességre, de mivel maga a léte véges, ezért minden harmónia és minden teljesség csak pillanatnyi lehet. Csongor hiába keresi a halhatatlanságot. Ahhoz, hogy egymásai legyenek, tündének kell lemondani a saját halhatatlanságáról. Érdekes, mintha lenne egy ilyen toposz a világirodalomban, hogy van valami halhatatlan nő, aki lemond a halhatatlanságáról a férfi kedvéért, aki szereti például a Gyűrűk urát, annak most biztos beugrott Arwen, aki lemond a halhatatlanságáról. Talán lehetőség ez, talán átok, minden esetre az éj mondja ezt tündének. Egyrészt hatalma van arra, hogy tündérhomból számkivesse, másrészt megoldást is ad neki. Mindörökre számkivetve légy, legyen, mint vágytál a kis föld hazád, órákat élj a századok helyett, rövid gyönyörnek kurta éveit. Vörös Marti válasza tehát, mint ahogy a romantikái általában, a romantika felfogásához híven, hogy a szerelem ad megoldást. Természetesen ez csak pillanatnyi megoldás lehet, hiszen az ember mulandó és véges az élete. Ironikus módon Ilma és Balga is a szerelemben talál, egy földi szerelemben talál ugyanerre a boldogságra. Tehát az eszményi szerelem és a jól lakottság utáni vágy egyaránt beteljesül. Ugyanakkor, ha egy kicsit értő füllel olvassuk, mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a szerelem nem megoldás a világra, hanem menekvés a világ elől, vagy talán menedék a világ elől. Erre utal a mű néhány záró sora, amit úgy is szokás emlegetni, hogy az anapesztikus dal, tehát a versformáról szokták emlegetni, így hangzik ez a négy sor. Éjfél van, az éj rideg és szomorú, gyászosra hanyatlik az égi ború. Jöjj kedves örülni az éjbe velem, ébren maga van csak az egy szerelem. Nem szabad elfelejteni, hogy az éj rideg és szomorú, és gyászos és ború van ebben a világban, és mégis minek lehet örülni? Annak, hogy van kedves, meg van szerelem, ami ebben a sötétségben, ebben az éjszakában is ébren van. Az előbb azt mondtam, hogy anapesztikus dal, és hogy a versformáról lehet megismerni. Nagyon sokféle versforma találkozik ebben a versben, a leggyakrabban trohaikus, vannak benne jambikus részek is, és ez a híres tititá-tititá anapesztikus négy sor is ott van a végén. Nem csak a versforma sokféle, de sokféle a stílusa is. Ha csak az ördög fiókáknak a feleseléseit olvassuk, vagy mondjuk Balgának a szövegeit, akkor hihetetlen, sőt nagyon sokszor akár vaskos humor is találkozik benne az igazi romantikus pátosszal, aminek talán a legszebb példája még mindig az éj monológia. Magányos napjaimban, még szívemben egy sóhaj. Érted égve, érted agva, mondhatatlan bútemet. Tünde. Egy szót hagy szívemnek. Merre tartott honodat? Ne húzsd kínomat. A madárnak tolla van, s nem repülhet annyira. A folyamnak árja van, s nem foly árja oly tova. Zúgva kér a fergetek, s tündérhomban üd lakik, hol magányos búm lakik, míg elér. Most akkor tragikus ez a zárlat, vagy éppen optimista? Azt gondolom, hogy a válasz az, hogy mind a kettő. Sötét és semmi voltak, sötét és semmi vannak, sötét és semmi lesznek, és mégis ebben a sötétségben, ebben a tragikus mulandóságban egymásra tudnak találni a szerelmesek, el tudnak menekülni a világ elől, és a szerelem az, ami ha nem is a világra, de a saját személyes életünkre egy kicsit választ adhat. Csongor és Tünde, Vörös Marti két alakja ennek a két világnak a határán találkozik tehát a mű végén. Mi az, amit megmutat nekünk ez a drámai költemény?
Az, hogy a világnak egyrészt sok szintje van, nem csak a földi szint van, az, hogy ezekbe a másféle szintekbe be kell avatódnunk, ahogy az életünk változó pontjai is mindig beavatások. Ahogy nagyon sokszor próbákat kell kiállnunk, és elbukunk ezekben a próbákban, mert nem tudunk ébren maradni. A műben tünde az, aki kiállja a próbákat Csongorért, és megtalálja, még akkor is, hogyha áldozatot kell hoznia. Azt gondolom, hogy minden kapcsolatban, nem csak a szerelmi kapcsolatainkban is működik az, hogy áldozathozatal nélkül nem lehet eredményeket elérni. Remélem, hogy aki ismeri a művet, most kicsit közelebb került hozzá, aki pedig esetleg valamiért nem olvasta, az most nagyon lelkesen el fogja olvasni. Kicsit sajnálom, hogy a humoros részéből idéztünk most a legkevesebbet, vagy arról beszéltem a legkevesebbet. Aki olvassa, az valószínűleg nagyon-nagyon fogja ezt a humoros részét élvezni, hiszen pont ettől hiteles és súlyos Vörös Marti tragikus világszemlélete, hogy megengedi magának közben a humort is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok most. A korábbi adásokat meg tudjátok nézni a nava.hu oldalon, akár az egész tanévre visszamenőleg. Remélem, hogy a jövő héten megint találkozunk. Stilisztikáról fogok beszélni most a következő két adásban. Sziasztok!